pillanatokkal ezelőtt lett vége a Diós Györmecsnek. Legyőzték a Paksot 4-3-ra, és szerintem a hétközi edzésekre leigazolhatták a Diák Bárnos vagy a Rep mert olyan birkózást nagy rég láttam meccsen, mint amit ezen lehetett látni. A többit kifejtem az intro után. Bármit mondanék a mérkőzésről, gratulálnom kell Böde Doninak a 151. góljához. Magasan ő a legszimpatikusabb a Paks csapatából, már csak azért is, mert jó pár évet lehúzott a Ferencvárosnál, és szerintem egy Ferencváros szurkoló sem felejtett el, hogy miket tett a Ferencvárosért, milyen gólokat szerzett, és egy nagyszerű karriert kezd el szépen lassan lezárni a Paksnál, és ennek megkoronázása, talán a 151. gólja, és lehet, hogy még ebben a szezonban fog szerezni egy párat, de azt hiszem ehhez is külön gratulálni kell neki. És még mielőtt tényleg a mérkőzésről beszélnék, engedjétek meg, hogy technikai bejelentést tegyek. Nagyon szépen kérek mindenkit, akinek tetszenek a tartalmak a csatornán, az kérem iratkozzon föl ránk, lájkolja és ossza meg a tartalmainkat, és ha lehetősége is kedve van hozzá, akkor még akár pénzzel is tud bennünket támogatni a szuperköszönet segítségével, vagy a bankszámla számon, ami a leírásban található. És nagyon fontos lenne, elmondom századzetszerre, hogy kommenteljetek, mozdítsuk ki egy kicsit az algoritmust, hát ha több emberhez eljutnak a tartalmaink. Na de most nézzük ezt a meccset, ami 7 gólt hozott, Hát többet, mint a tegnapi összes három mérkőzésen együttvéve. Most essünk neki ennek a kis rövid értékelésnek. Ha mi nem ez a pax szakvezetője, a sajtótájékoztatón vagy itt majd a TV interjúban kritikai élel fogla illetni a játékvezetőt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy baromira igaza van. Nem azt mondom, hogy ezzel sikerült a paksot legyőzni, de az biztos, hogy hozzájárult, hogy olyan ítéleteket hozott, amivel szinte demoralizálta a paksnak a játékosait. Tadenkovics igazi faék taktikával érkezett Paksra, mivel a, belátta azt, hogy a DVTK játék ereje, hát, hogy úgy mondjam, nem haladja meg a Paksét, ezért a régi taktikát vette előre, kontratámadások, kőkemény védekezés és a támadásokat lövéssel kell befejezni. Azért mondtam a bevezetőben, hogy esetleg a Deák Bárdosvési vagy a Repka Attila részt vett a hétközi edzéseken, mert olyan ketrec harcot, vagy olyan birkózást, amit főleg az első félidőben lehetett látni, már rég láttam magyar pályán. Ugye a speaker bejelentette, hogy milyen jó kis mérkőzés volt, és el lehetne nézni reggelig, ebben részben egyetértek. Mert a szúrkolói szemmel nézem ezt az összecsapást, azt kell, hogy mondjam, tényleg jó reklámja lehetett a focinak, izgalmas volt, tartalmas a szurkolók jól érezték magukat, viszont ha én most szakvezető lennék, akkor valószínű azokon a hibákon, amit mind a két csapat vétett, hát tényleg kitépném a hajamat. Rengeteg olyan labdavesztés van, amit talán már úttörő kettőben sem engedhető meg, viszont ez a mi kis a magyar nb ezért változatos és fordulatos egy-egy mérkőzés, mert a hibákat ebben az esetben ki is használták. Ha felszoktam emlegetni azt, hogy a Diós Győr nem önazonos játékkal játszik, akkor hogy azt, kell, azt kell, hogy mondjam, a mai mérkőzés pontosan azt nyújtotta, amitől egy régebbi Diós Győrtől elválható lett volna. Támadás, ellentmondás nem tűrő védekezést, bizony néha belecsúsznak olyan szabálytalanságok is, amik túlmennek a megengedett határon, de azt gondolom, hogy itt most erre volt szükség ahhoz, hogy a Diós Győrnek nagyon-nagyon fontos három pontot megszerezzék. Lehet, a Paks egy kicsit bealudt ebbe a mérkőzésbe. Lehet az is, hogy elkényelmesítette őket az, hogy az elmúlt hetekben azért egy komoly sikerszériában vannak, de ez növeli ennek a győzelemnek az értékét, főleg a díjúgyőz szempontjából, hogy idegenben tudták legyőzni a Paksot. A mérkőzéshez az is hozzátartozik, hogy szinte minden összefoglaló videóban el szoktam mondani, hogy már nincsenek olyan labdarúgó karakterek, akik a hátukon is el tudják vinni a csapatot. Hát itt jelen pillanatban a Pax csapatában a Böde Dánielt kellene kiemelni. Emelni. Böde Dániel a motorja volt ennek a csapatnak. Meg hogy mondjam, 30 pluszosan, most már lassan közeledve a 40 felé, nem, azt, nem ezt várná el egy magyar játékostól a mindenkori szurkoló, hogy most nagyon rosszul fogalmaztam, hogy elvárni. Tehát nem ezt szoktuk meg. Vannak olyan játékosok, akik az NB1-ben közel hasonló korúak, mint a Dani, de ők sajnos nem tudnak ennyit hozzátenni a csapatuk játékához. Nem azt mondom, hogy Bégyé most Böda Danira építette fel a csapatot, de az biztos, hogy a hétközi kupamecs után lehet, hogy egy kicsit pihentetni kellett a kezdőcsapat tagjait, de Böda Dani fölvállalta ezt, hogy most ismét vezére lesz ennek a paksnak, és ha rajta múlt volna, akkor ezt a mérkőzést biztos vagyok benne, hogy behúzzák. A többiek azt gondolom egy kicsit bealudtak, de ehhez hozzájárult a Radenkovics taktikája, aki szerintem nagyszerűen ismerte föl, hogy az Osvát a felfutásai után maga mögött hagy egy baromi nagy területet, amit be lehet futni és ha valaki figyelmesen nézte az első fél időt, főleg a diósgyőr bal oldalán futottak fel a támadások, amiből a kontragójaikat szerezték. A második fél időre azt gondolom, hogy egy kicsit elkészült az erejével a diósgyőr, és hát a paksi is föleszmélt, hogy ezt a mérkőzést még akár el is lehet veszíteni. Közben kiment a videó de ki a kutyát érdekli mindez. Majd a közös összefoglalónkban a Szabolcs egy kicsit bővebben fogok foglalkozni ezzel a mérkőzéssel, de nem lehet elmenni a játékvezetés minősége mellett. Ahogy, ahogy kezdtem ezt a videót, hogyha esetleg a Paks szakvezetője kritizálni fogja a játékvezetőt, baromira, baromira igaza van. Rengeteg kétesítélet született. Bizony lehetett volna büntetni a DVTK játékosait időhúzásért, fetrengésért, odarugásért, lerántásért, tehát legalább két vagy három sárgalap elmaradt a diósgyő részéről. Aztán persze ehhez, ahogy fogyott az idő, csatlakoztak a paks játékosai is, de azt gondolom, hogy most Radenkovics kimozdította a komfort zónájából a paksot. Ugyan elmondták, ugye a Speaker is megjegyezte, hogy a Diós nagyon fekszik a pakS játék stílusa, mert pontosan az ellenkezőjét játszotta annak, amit a paks. Ezt lehet azt mondani, hogy stílusok csatája, de én azt gondolom, hogy itt a faék futball volt az, ami igazán célra vezető volt. Ezzel egyáltalán nem degradálom a, a DVTK szakvezetőjét, és akit na, rengetegszer szoktam kritizálni, hogy tulajdonképpen nem felismerhető a diósgyőr játéka. Ha ilyen koncentrátsággal tudnak játszani, akkor felteszem azt a kérdést, hogy mi a bánatos Atya Úristenért nem lehet így játszani szinte minden mérkőzésen. Mert azok a DVTK szurkolók, akik most paksol hazafelé mennek, igenis elmondhatják, hogy a játékuk a régi Diós Győrt idézte. Nem látványos, viszont kemény, álhatatos, koncentrált játékuk volt, aminek azt gondolom, hogy a döntő többsége miatt tudták a győzelmet megszerezni. A Paksnak pedig szerintem ez egy időben jött jó pofon, mert ugyan sokszor szoktam őket kritikával illetni, de azt gondolom, hogy egy kicsit elkényelmesítette őket, hogy a tabella élén szerepelnek. Egy kicsit talán nagyobb is volt a mellény, ez persze ránk is jellemző lenni a Ferencvárosnál, de talán egy kicsit túl kényelmesen vették ezt a mérkőzést, napsütés, egy szép idő, majdhogy nem, most mondom azt, hogy teltházban játszottak, de azt gondolom, hogy ennél azért nekik is többet kell koncentrálni. Jó volt látni egyébként a Paksnál a kis jobb szélsőt, aki beállt ilyen, nem csak Ernő termettel a kis Györfi, egy, egy, nagy ígéret lehet a Paksnak, és hogyha ilyen állhatatosan fog játszani, és ilyen bátorsággal, mint ahogy például a, a jóval nagyobb termető fizikailag, jóval erősebb diósgyőri védőknek neki ment. ki tudta használni a termetéből adódó sokkal mozgékonyabb alkatát. Azt gondolom, hogy nagy jövő állhat előtte, csak mindig ilyen koncentráltan kell játszani. Turkolói szempontból teljesen jó mérkőzés lehetett látni. Hibák itt is voltak, de miért keressük állandóan a hibát mindenben? Egy közönség szórakoztató, izgalmas mérkőzés volt, és aki tehetne főleg, hogy ezek a mérkőzések kicsit állandósuljanak, az a játékvezetés színvonala, ami megint kritikán aluli volt. De ettől függetlenül gratulálok mind a két csapatnak, mert érezték azt, hogy ennyi szurkoló előtt nem lehet lélektelenül játszani. Gratulálok a Diósgyőrnek, hogy ki tudták használni. A Paks gyengékedését, és jó érzékkel rátapintottak, hogy mit is kell játszani. Most meg kell, hogy mondjam, gratulálnom kell Radenkovicsnak, mert mind a mellett, hogy egy kicsit önazonosabb lett a játék, nagyszerűen taktikázta le Bognár Gyurit. Így a videó zárásaként csak annyit tudnék mondani, hogy tényleg jó reklámja volt a futballnak, minden hiba, minden. Olyan ellenére is, ami jellemző a magyar labdarúgásra, de ezen, ezen a mérkőzésen tényleg azt lehetett látni, hogy mindenki megtett mindent a sikerért. Mindenki győzni szeretett volna. És bár voltak itt azért szurkolói berkeken belül olyanok is, hogy egy sokgólós mérkőzés vajon mennyit hozhatna a konyhára, azt gondolom, ezt most teljesen el kell vetni. Egy jó és izgalmas mérkőzés volt. Legalább ilyet szeretnék látni a Fradinál. Azt sem érdekelnek, hogyha nem technikás, vagy nem szép játékkal, de sokgólós, izgalmas, közönségszórakoztató meccsen győzzük le a Debrecent, akiknek pedig tényleg azt kívánom, hogy szedjék össze magukat és másszanak ki a gödörből. Gratulálok mindenkinek, köszönöm, ez jó kis szurkoló élmény volt. Hajrá magyar foci, hajrá magyar szurkolók, sziasztok! Érdekel a véleményetek. Kommenteljetek. Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuper köszönettel vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!